Ez a híradó 8 órakor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! A következő egy hétben csak nem 530 ezer oltást terveznek beadni itthon, többet, mint eddig bármikor egy hét alatt. Az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, az oltási terv felgyorsításának célja, hogy minél gyorsabban, minél többen kapják meg legalább az első oltást. A tervek szerint minden regisztrált április 11-éig megkapja az első adag vakcinát. A házi orvosok a hét közepén újabb 250 ezer adag kínai vakcinát kapnak, amivel praxisonként átlagosan 45-50 embert tudnak beoltani. Hetek óta folyamatosan adják be az oltásokat az egész országban. A Csongrád-Csanád megyei Zákány székházi orvosi rendelőjébe például fél óránként 5 páciens érkezett a hét elején, hogy megkapják a kínai oltóanyagot. A házi orvos szerint a vakcina az egyetlen fegyver, hogy megállítsuk a vírust. Mi orvosok a legtöbb életet a tiszta vízzel mentettük meg. A második viszont a vakcináció. Tehát nem az invazív kardiológia, nem a statinok, nem az antibiotikumok, hanem a vakcináció. Mostantól az a célunk, hogy mielőbb minél többen megkapják az első oltást. Versenyt futunk az idővel, tovább gyorsítunk az oltáson, ezt mondta György István államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Az oltási munkacsoport vezetője hangsúlyozta, a rendelkezésre álló vakcinákkal gyorsabban és többet kell oltani, ezért úgy módosították a stratégiát, hogy a lehető legtöbb ember kapja meg legalább az első injekciót. Ezért a házi orvosok a hét közepén újabb 250 ezer adag kínai vakcinát kapnak, amellyel praxisonként átlagosan 45-50 embert tudnak beoltani. Emellett 30.800 Moderna vakcinát is eljuttatnak hozzájuk. Ezeket a 60 évnél idősebbek kapják majd meg. További 10.000 Moderna adag pedig azokba az idős és szociális otthonokba kerül, ahová azt korábban például a koronavírus fertőzések miatt nem tudták bevinni. A kedden érkezett több mint 114.000 adag Pfizer oltóanyagból pedig nem tartalékolnak, hanem kiszállítják a kórházakba, hogy a 60 évnél idősebbek oltását ott is folytassák. A házi orvosok tehermentesítése miatt a héten érkezett 74.600 adag AstraZeneca vakcinát is az oltópontokra viszik. Ezeket hétvégén egy nagyobb akcióban a 60 évnél fiatalabb krónikus betegeknek adják be. Ezt a stratégiát választottuk, hogy a lakosság minél szélesebb körében induljon el a védettség. A járványügyi szakemberek álláspontja szerint már az első oltás is jelentősen növeli a védettséget. Az oltási program felgyorsítására azért is van szükség, mert óriási tempóban terjed a járvány egész Európában. Erről beszélt az országos tisztifőorvos. Müller Cecília felhívta a figyelmet, új tapasztalat, hogy a tünetek kezdetét követő néhány órán belül lehet nagyon súlyos a betegség lefolyása, és kerülhet kórházba a beteg. Itt van a vakcina. Rendelkezésre áll Magyarországon az a lehetőség, amivel a súlyos szövődményes eseteket és a fatális kimenetelű eseteket meg tudjuk előzni. Magyarországon eddig több mint 721 ezeren kaptak oltást, és csak nem 253 ezeren a másodikat is. Ez európai szinten is kiemelkedő adat. Összesen csak nem 200 ezer adag Pfizer, Moderna és AstraZeneca vakcina érkezett kedden Magyarországra. Az AstraZeneca és a Moderna oltóanyagából is vittek mindenhová egy nagyobb adagot. Ebben voltak első és második körös oltások is. A beérkezett több mint 114 ezer adag Pfizer vakcinát már tegnap a kórházi oltópontokra szállították, ahol folytatják vele a regisztrált idősek oltását. Azért, hogy minél többen megkaphassák az első adagoltást, megváltozott az oltási protokoll is, így az eddigi 3 hét helyett most 35 napnak kell eltelnie a két oltás között. Saját Facebook oldalán reagált Karikó Katalin arra, hogy kell-e tartani a magyar oltási protokoll megváltozásától. A magyar származású biokémikus, aki részt vette a Pfizer vakcina fejlesztésében, egy hozzászólásra reagálva azt írta, idézem, Egy dózis is 80% védelmet ad, ne aggódj a második dózis kitolódása miatt. Minden rendben lesz, a lényeg, hogy az első a karodban legyen. Ezt írta tehát Karikó Katalin. Fél Európa az orosz és a kínai vakcinára vár, ezért áll sorban. Erről Mencer Tamás beszélt az M1-en. Az államtitkár elmondta, Magyarország már ősszel megkezdte az együttműködést Oroszországgal és Kínával. Ennek köszönhető, hogy elsők voltunk az Unióban, akinek szerződése volt a két országgal. A vakcinák folyamatosan érkezni fognak, most is egy 280 ezeres orosz szállítmány van úton, Kínából is érkezni fog a következő jelentős mennyiség márciusban, megint csak korábban, mint a szerződésben szerepel.
Így én azt gondolom, hogy a mutatóink, és azt remélem, hogy javulni fognak. A felnőtt magyar lakosság körülbelül 5%-a szenved pajzsmirigy betegségbe, ők az orosz vakcina kivételével bármelyik védőoltást felvehetik, ezt mondta a Szegedi Tudományegyetem főorvosa. Magony Sándor hangsúlyozta, az ilyen betegségben szenvedőknek sem kell félniük az oltástól, számukra is ez jelenti a megoldást a koronavírus ellen. A mi személyes álláspontunk, endokrinológusok álláspontja az, hogy ezek a betegek, amennyiben megfelelően és jól kezeltek, állapotuk stabil, a védőoltást mindenféleképpen meg kell, hogy kapják, hiszen az egészség haszon ilyen szempontból jóval nagyobb. Nem kell attól félni, hogy a vakcina bármiféle bajságot okozna, de látjuk azt, hogy a krónikus betegségben szenvedő betegek esetében a vírusfertőzés maga, illetve a vírusfertőzés okozta szövődmény jóval kifejezett súlyosabb állapotot hozhat létre azokban a betegekben, akik krónikus betegségben szenvednek. Az oltás az egyetlen megoldás mindenki számára, ugyanis a COVID mutánsai egyre intenzívebbek. Míg a második hullámban a 60 és 70 év közöttiek voltak a legnagyobb veszélyben, most a harmadik hullámra az a jellemző, hogy a betegek egyre fiatalabbak és egyre rosszabb állapotban kerülnek kórházba, mondta a Honvéd Kórház központi intenzív osztályának főorvosa az M1-en. Péter Ádám hangsúlyozta, az utóbbi időszakban a Honvéd Kórház sürgősségi osztályára naponta 30-50 beteg érkezik, ami rendkívül magas szám. Egyre súlyosabb állapotban kerülnek a kórházak kórházakban a betegek. Azt lehet mondani, hogy vannak olyan betegek, akik besétálnak, azt panaszolva, hogy fulladnak, lázasak, kiderül, hogy COVID-fertőzöttek, és néhány óra múlva már a lélegeztetőgéppel kell segíteni a légzésüket, illetve más gyógyszerekkel, más szervüket, keringésüket. Sajnos ezt egyre gyakrabban és egyre többször látjuk. Az egészségügyben dolgozók több mint 95%-a aláírta az új munkaszerződését. Az országos kórház főigazgató Jenei Zoltán a közmédiának azt mondta, a munkáltatók és alkalmazottak közötti tárgyaláson több kérdés is felmerült, amivel a jövőben foglalkozni kell. Ilyen például az ügyeletek kérdése, de ez nem veszélyezteti az ellátás zavartalanságát. Ezzel a létszámmal a jelenlegi infrastruktúrális környezetben minden egészségügyellátási feladatot tudunk teljesíteni. Vannak olyan kisebb városi kórházak, ahol egy területen nagyobb létszám nem vállalta az új szerződésben rögzített feltételeket, oda pedig a különféle feladat szervezéssel, átcsoportosítással fogunk megfelelő körülményeket biztosítani. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta a távozó budapesti orosz nagykövetet azután, hogy Vlagyimir Nikolajevics Szergejev a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vette át a külügyminisztériumban. Az átadón Szijjártó Péter azt mondta, Magyarországnak az az érdeke, hogy a józan észre alapozva a kölcsönös tisztelet alapján fejlessze kapcsolatait Oroszországgal. Hangsúlyozta, Oroszország az uniós tagállamok közül elsőként Magyarországnak szállított vakcinát. Azt ma már mindenki belátja, legyen brüsszeli bürokrata vagy magyar baloldali politikus, hogy az oltóanyag jelenti az igazi megoldást a világjárvány elleni küzdelemben. Az oltóanyag életet jelent, az oltóanyag egészséget jelent, és az oltóanyag a gazdaság, ezáltal a munkahelyek megmentését is jelenti. Ha nem tudtuk volna megkötni ezt a megállapodást Oroszországgal, akkor 1 millióval kevesebb ember beoltására alkalmas oltóanyagunk állna rendelkezésre április végéig. A magyar határszakaszon idén már 16.300 határsértőt fogtak el a hatóságok, erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt a ma reggelben. Bakondi György elmondta, az olasz és a spanyol határszakaszon is jelentős a migrációs mozgás. Hozzátette, a magyar rendőrök a Balkánon is részt vesznek a határőrizeti feladatokban az Észak-Macedón, illetve a szerb rendőri erőkkel közösen. A magyar rendőri erők mindent megtesznek, akár az ország mélységébe az ellenőrzések hatékony végzéséért, akár pedig a határőrizet eszközeivel és jogi felhatalmazásával a határon. Sőt, most már hosszú időt, a 2015 óta a magyar rendőri erők a Balkánon is részt vesznek a határőrizeti feladatokba, abból a célból, hogy minél messzebb lehessen megállítani a migrációs mozgást a magyar és ezáltal az Európai Unió határától együttműködésben az ottani rendvédelmi erőkkel.
Ennek keretében újabb magyar rendőri kontingens indult Észak-Macedóniába, illetve Szerbiába, hogy segítséget nyújtson a határőrizeti feladatok ellátásában. Az 50 rendőr részt vesz az embercsempészek és az illegális migránsok előállításában. A Szerbiába és az Észak-Macedóniába induló rendőrök búcsúztatóján Balázs László azt mondta, a kontingens tagjai előretolt helyőrségként dolgoznak mindkét határon. Fontos azért is, mert hiszen önök javarészt megakadályozzák azoknak a migránsoknak a továbbjutását, akik Magyarországon keresztül próbálnak meg Nyugat-Európába továbbjutni. És nagyon fontos az a visszatartó hatás, amit a tevékenységükkel kifejtenek.